Homlokzati fal és tetőszerkezeti elemek dőltek az utcára és parkoló autókra Budapest belvárosában a 6. kerületben. Információink szerint többen megsérültek, sok autó megrongálódott, 5 jármű teljesen összelapult. Víg Andráshoz kapcsolunk a helyszínre. András, mit lehet tudni a baleset körülményeiről? Szervusz, jó napot kívánok a nézőknek! Délelőtt 10 órakor érkezett az első bejelentés majdnem egy időben a rendőrségre és a tűzoltóságra, hogy a Jókai utcában egy 4 emeletes háznak a tető szerkezetét lehatároló úgynevezett tért fal, vagy homlokzati párkány más néven leomlott, teljes hosszában leomlott. Ez a lezúduló kőtömeg és téglatömeg magával sodorta a ház több díszítő elemét, lámpákat, párkányokat, korlát, darabokat, és gyakorlatilag teljesen maguk alá temették a ház előtt parkoló személyautókat. Úgy tudni, hogy 5 autó teljesen gyakorlatilag megsemmisült a ráomló törmelék miatt. A balesetben 4 ember sérült meg, 3 közülük könnyebben, 1 embert súlyos sérülésekkel vittek a mentők kórházba. A budapesti rendőrfőkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indított büntetőeljárást egyelőre ismeretlen tettes ellen. Annyit lehet még tudni a baleset körülményeiről, hogy ez a 4 emeletes ház, ez üres, nem lakik benne senki, és nemrég kezdődött a teljes körű felújítása, eközben történhetett a párkánynak a leomlása. Víg András, köszönjük szépen!